Jó estét kívánok, üdvözlöm Önöket! Az elmúlt napokban olvashattak egy hírt arról, miszerint a Magyar Mérnöki Kamara üdvözli a magyar-orosz megállapodást, a paksi atomerőmű, nukleáris erőmű kapacitás fenntartásáról szóló megállapodást, mert az nélkülözhetetlen már maga az atomenergia. Aztán ezzel kapcsolatban ez egy szimpla közlemény is lehetett volna, hogyha a cink.hu éles szemű szerkesztője nem fedezi fel azt, vagy írója nem fedezi fel azt, hogy vajon honnan is íródott, vagy hol íródott, és honnan küldték ezt a bizonyos közleményt, amely egy Word dokumentum volt, és a tulajdonságokba találta meg azt, hogy a Magyar Villamosművek számítógépén írták. Na, erre jött egy újabb közlemény, hogy márpedig a Magyar Mérnöki Kamara az MTI-hez elküldött közleményét a Magyar Mérnöki Kamara közleményének tartja. Akkor ezt most is tisztázni fogjuk. Barsi Népetek, Pataki Etelka a vendégem. Jó estét kívánok! Üdvözlöm. Jó estét kívánok! Na, akkor nézzük ezt, hogy ki írta és mit csinált és hogy. Tehát ki írta és honnan? Sok mindent írnak. De azt gondolom, hogy ez most itt az egyenes beszéd. Kezdjük. A közleményt mi írtuk? Pontosabban az energetikai szóvivőnk, akinek ez a dolga. Ő elég régóta, 2009 óta működtet egy nukleáris energetikai szakosztályt a kamarán belül, és ezek a vélemények ott alakulnak ki. Mikor ő megírta, ő együtt szokott dolgozni nagyon sok mindenkivel, köztük kollégákkal, az MVM-ben is. Ez természetes, hiszen a Magyar Mérnöki Kamarának körülbelül 20 és 30 fő közötti mérnök tagja van, akik az MVM dolgozói. Ezek a kollégák, akik nincsenek sokan az atomenergiában és a nukleáris energiában, ezek együtt szoktak dolgozni. De és aki írta a szóvivő, ő az MVM alkalmazottja? Nem. Ő teljesen független mérnök. Ő a Magyar Mérnöki Kamara energetikai szóvivője. És ő a maga részéről ezekkel a kollégákkal és sok mindenki mással, akik ebben a bizonyos szakosztályban együtt vannak, dolgozik együtt. És akkor ezt megfogalmazta, elküldte. De mondott valamit, hogy miért az MVM számítógépéről? Ő megkérdezte tőle? Nem az MVM számítógépéről. De a tulajdonságon? Ő a saját számítógépéről küldte el. És az MVM-be ezt kinyitották, ilyen a mi kis digitális világunk. Én azóta beszéltem vele, mert ő most külföldön van, és azt hiszem a Népszabadságnak is nyilatkozott, hogy valami kis minimális javaslatot beleírtak, de mások is. Ő volt, amit figyelembe vett, volt, amit nem, behozta a Magyar Mérnöki Kamara alelnöki testülete elé, és mi is beleírtunk, és akkor ezt tulajdonképpen elküldték az MT-nek. Csak azt nem vették észre véletlenül azok, akik ott szerkesztették a kollégák közül, a fiatalabb kollégák közül, hogy az MVM-ből visszaküldött... Arra mentettek rá. Értem, de az nem aggályos, hogy a mérnöki kamara, igen, szakvéleményét először véleményezésre, mielőtt kiadnák a saját véleményüket, elküldik az MVM-nek, nem, amely nem társaság az viszont az egész ügyletben érintett. Jó, azért az nem egészen így van, mert ugye legyünk először is őszinték, hogy nem az MVM-nek küldte jóváhagyása, mert akkor elment volna a vezérigazgatóhoz, vagy bárhova. De valaki ott véleményezte. Hát kollégák, akik szintén tagjai ennek az úgynevezett szakosztálynak, ahogy említettem, együtt dolgozunk. Ez a kamara lényege. Hogy vannak benne olyanok, akik az MVM-nek az alkalmazottai, vannak benne olyanok, akik függetlenek. Így tud működni egy igazi jó kamara, amely képes arra, hogy összefogja ezeket a véleményeket, és ezért hiteles a véleménye. De én nem egészen értem azt se, hogy mi az, hogy az MVM az üzletbe érdekelt. Hát bocsánatot kérek, az MVM először is nincs is döntési helyzetbe. Mert döntési helyzetbe egyrészt majd a parlament lesz, amikor az államközi szerződést elfogadja, vagy nem fogadja. A kormány, amikor a kormányközi szerződéseket elfogadja, mert azt hallom, hogy lehet, hogy népszavazás is, akkor majd a nép fog dönteni, de nem az MVM. Tehát az MVM nem dönt, ott szakemberek ülnek. És most azt kérdezi tőlem, hogy a üzletben hol van az MVM jelen. Hát az MVM az a magyar állam tulajdona. Na jó, de magyar állam amit... tulajdona, és hogyha nagy valószínűséggel mondjuk az MVM lesz az üzemeltetője a paksi atomerőműnek, akkor tehát nyilván nem az ellenzője ennek az üzletnek, és egy független kamarai szervezet, amely független szakértői véleményt fogalmaz meg, az ügyben mégiscsak szorosan érintett. Tehát ilyen alapon akkor küldhették volna valamelyik
kormányzati politikusnak is, hogy véleményezze az önök szakértői? Én azt gondolom, hogy az LVM az egy állami tulajdonban lévő zárt körű részvénytársaság, és mint ilyen, én meg vagyok róla győződve, de lehet, hogy ki fog javítani, hogy ilyen alapon ez az öné is, meg az enyém is. És azt szeretném hozzátenni, hogy ezen az alapon úgy gondolom, hogy egy köztestület, mint a Magyar Mérnöki Kamara, nem kell, hogy szégyelje, hogy egy magyar ebben a témában a csúcson lévő, a legtöbbet tudó cégben lévő mérnökökkel kapcsolatot tart. Nem is értem a problémát. Nem, a kapcsolatot nem kell, de szerintem érti, a kapcsolatot nem kell szégyelleni. Igen. A MVM-et miért kellene szégyelleni? A mérnöki kamarának a függetlensége, szakértelme, nem azt mondom, hogy megkérdőjeleződött, de az ember felkapta a fejét, hogy egy független szakmai testület, amelyre ugyanolyan büszkék lehetünk, mint az MVM-re, pont a függetlensége miatt egy ilyen fontos kérdésben az ügy egyik érintettjétől, egy állami cégtől, annak bármely alkalmazottjától miért kér szakvéleményt? Én azt gondolnám, hogy ez így volt leírva. Mármint különböző médiumokban, akik ezt elkezdték úgynevezett feldobni. De ha megnézzük, hogy mi van ebbe, és elhoztam magammal, akkor ebből világosan látszik, hogy ebbe semmi olyan nincs, amit az MVM-nek kellett volna írni. Nem értem. Itt az van benne, hogy mi kiállunk a nukleáris energia mellett, mert fontosnak tartjuk, ez egyébként nem titok, ez a Magyar Mérnöki Kamarának évek óta, évtizedek óta véleménye. Ez az egyik. A másik, ami benne van, hogy nagyon szeretnénk, hogy minél nagyobb legyen a hazai beszállítói részarány. Itt nem csak a nukleáris mérnökökre gondolunk, hanem mindazokra, akiknek ezen a területen mondjuk munkát tud adni. Hát azért, ha belegondol, mikor az első Paks 1 épült, akkor abban tulajdonképpen 14 mérnökcég, 146 különböző vállalat dolgozott egyszerre, és ha belegondolunk, akkor majdnem másfél ezer úgynevezett szerződést kellett egyszerre kezelni. Ezek olyan számok, amelyek azért úgy ilyen halihó a mostani viszonylag még nem teljesen beindult gazdaságba. Ez mi az, hogy halihó? Hát az, hogy felhívás arra, hogy itt lehetőség van, hogy ez egy ilyen munkalehetőség, és ez nekünk minden körülmények között a magunk minden részéről. Minden körülmények között, hogyha az MVM-re, mint állami vállalatra lehetünk büszkék, vagy érezhetjük, hogy a miénk, Paksot is érezhetjük, hogy a miénk, annak veszélyeivel, biztonságával, hasznával, mindenével együtt. Önök, amikor megfogalmazták ezt a közleményt, hiszen ez munkát teremt, munkahelyeket teremt, tehát vállalkozásoknak fontos beruházást teremtő lehetőség. Akkor például mi alapján hozták meg vagy írták meg, vagy fogalmazták meg a véleményüket? Önök ismerik a szerződést? Azt szeretném mondani, hogy ez a közlemény, amit elhoztam, ez nem a szerződésről szól, ez tudja, miről szól. Ez arról szól, hogy akkor, amikor ennek véleményünk szerint is ideje van, akkor pótolni kell azt az energiakapacitást, azt az elektromos energiakapacitást, ami ebből az országból, ha a Paks bővítése nem történik meg, akkor hiányzik. De csak egyet szeretnék mondani, de hogy milyen Én olvastam a közleményeket, én tudom, hogy miről szól, de a kérdésem az változatlan kérdés. Amikor valaki azt mondja, hogy én üdvözlöm a paksi atomerőmű bővítését, egész pontosan üdvözlöm a most köttetett magyar-orosz államközi megállapodást, akkor azt mi alapján teszi? Milyen információ? El kell olvasni a következő mondatot is, hogy végre akkor itt ebben a vonatkozásban van egy olyan döntés, amire az elkövetkező időszak feladatait építeni lehet. Nem azt üdvözöljük, hogy ki kötötte, mi kötötte, hogy kötötte, mint ahogy azt gondolom, hogy amikor a 2009-es határozat megszületett, akkor se azt néztük, hogy melyik kormány, egyik kormány, másik kormány, aztán az energiastratégia elfogadásánál az országos nemzeti energia, úgy se azt néztük, hogy melyik kormány hozta, azt mondjuk, hogy van... De most magyar... az érdekes, hogy melyik kormány kötötte. Hát akkor bocsánat, szakmai szempontból mit tudnak önök? Vállaltunk árgaranciát, hogy majd, ha termel ez az erőmű, akkor mi mennyire adjuk el az elektromos áramot? Tudjuk, hogy mennyibe fog kerülni a végén? Mindenki azt mondja, hogy az atomerőművek akárhol építették eddig a világon őket, jellemzően az előzetes kalkulációhoz képest sokkal drágábbak lesznek. Tudják önök, hogy
ez a rizikófaktor az bármilyen formában körbe van a járva? Ki viszi el az atomhulladékot? Milyen arányban lesznek itt orosz vállalkozások? Milyen arányban magyar vállalkozások? Tudnak ilyeneket mielőtt üdvözlik? Mi sok mindent nem tudunk, de sok mindent tudunk. Akkor olyat mondjad, amit És azt mondom, amit tudunk. Mi nagyon sok mindent tudunk. Itt jelzem például azt, hogy évek óta a mi feladatunk tulajdonképpen az, hogy az erre specializált embereket, szakértőket képezzük. Azok az emberek, akik ezt a képzést, tulajdonképpen ennek az egésznek a jogosítását végzik, ezek komoly emberek. Itt mondok olyan szakértőket a kamarából, akik a maguk részéről egy pillanat alatt választ tudnak például adni arra a föllöppent kérdésre, hogy vajon kell-e itt vízierőművet építeni. Szeretném mondani, idézni például Bükki Gergelyt, aki az egyik legelismertebb professzor és a Magyar Kamara egyik tisztségviselője, aki azt mondja, hogy nem kell. Jó, de aki azt tudjuk, bocsánat, hogy a kormány mit tervez. Bocsánat, hogy fejezem be, hogy nem kell. Tehát mi nagyon sok mindent tudunk olyasmit, pedig ő nem tartja ezt ördögtől valónak, hogy valahol a világon csináljanak vízerőművet, de azt mondja, hogy itt nem kell. Ezt meg lehet oldani más módon, és el is mondja, hogy hogyan, ha van rá idő, szívesen elmondom. Hűtőműveket építenek, de ezek a szakértői vélemények, amik nagyon fontosak, de nem tudjuk, hogy mit vállaltunk az oroszokkal, bocsánat, mit írtunk alá, milyen feltételekkel. Szeretném hangsúlyozni, hogy mi sok mindent nem tudunk, ami benne van a szerződésben, ön se tudja, más se tudja, majd ki fog derülni. De önöket ez nem aggasztja? Mert én csak pusztán állampolgári kíváncsiságból is aggasztónak tartom. Engem egyáltalán nem aggaszt, engem az aggaszt, vagy az egyetlen egy kérdés, ami egy kicsit aggaszt, hogy ebből teljes mértékig kiveszett a bizalom. Mi, mint mérnökök, dolgokat meg tudunk mondani, ki tudunk számolni, el tudjuk mondani, hogy hogyan lehet megoldani. Mi azt is el tudjuk mondani például, hogy hogyan lesz majd ez az egész, mondjuk hát rendszer működtetése. Egy sor kérdésre tudunk választ adni, ezt nem kérdezik tőlünk, hanem olyanokat kérdeznek tőlünk, amit senki nem tud még ma Magyarországon. Amit mi tudunk, hogy szükség van atomenergiára, amit mi tudunk, hogy ebbe a mixbe ez kell, mert körülbelül egy 15 éven belül az 50%-át a jelenlegi elektromos energia termelő kapacitásnak le kell cserélni, mert elavult. Azt gondoljuk, hogy Paksal eddig semmi baj nem volt, minden egyes létező teszten, amit az Unió megkövetelt, átment. Azt gondoljuk, hogy vannak olyan atomerőművek, ahol azért lehet tartani ezeket a bizonyos számokat. Gondolok itt például a finnekre, akik most éppen egy nyugat-európai atomerőműről tettek át a Rosszatomra. Tehát én azt gondolom, hogy vannak példák előttünk. És a paksi bővítményről mit tudnak? Hát a paksi bővítményről mi a magunk részéről azokat a részleteket és körülményeket tudjuk, amelyek az eddigi mondjuk előkészítések során köztudottá váltak, és amiben a mi mérnökeink is, és a mi mérnök kollégáink is többé-kevésbé részt vettek. Hogyha további részleteket fogunk megtudni, akkor folytatjuk a beszélgetést. De köszönöm, hogy itt volt. Várom, hogy hívjanak. Köszönöm.